éppen ezt a kedves fogadtatást. Megkérdezték, hogy miért jöttem el ide. Egyrészt, mert ránézek arra a táblára, Esztergom, üdvözli Zuglót. Esztergom veletek van, és éppen azt az összefogást, amit itt hallottam a civilektől, ezt mi tulajdonképpen a mindennapokban éljük meg. Ami miatt elfogadtam a felkérést, az az, hogy mi, akik szerintem egy lépéssel mindig előbb járunk az összes többi önkormányzatnál, elmondjuk, hogy miben hiszünk. Mi abban hiszünk, hogy az embereknek beszélgetniük kell egymással, és minket már nem az érdekel, hogy ki milyen párthoz tartozik, milyen szervezetnek a tagja, hanem minket az érdekel, hogy a mindennapjainkat jól éljük meg. Ahogy hallottam, itt, ezen a település részen is tulajdonképpen a mindennapokat szeretnék az emberek megváltoztatni. Nem tisztem, és nem azért jöttem, hogy véleményt mondjak az itteni helyzetről. Nem azért vagyok itt, hogy bíráljam azt a városvezetést, amit önök választottak, úgy ahogy. Sajnálom, sajnos Esztergomban is a választópolgárok választották azokat, akik a döntéseket hozzák. Mi is szembesültünk ezzel a ténnyel, és azt tudom mondani, hogy csak egyetlen egy dolog van, az emberek ismerjék fel, hogy közös az ügyünk. A magyar sors közösséget csak akkor tudjuk megélni, ha összefogunk. Nézzenek körül, és hogyha nem ismerik a maguk mellett állót, ismerjék meg. Ismerjék meg, hiszen az a lényeg, hogy mi holnap vagy holnap után mit fogunk átadni a gyermekeinknek és az unokáinknak. És nem azt fogják tőlünk megkérdezni, hogy ki volt az előző időszakban a hibás, hanem azt fogják megkérdezni, miért nem adtatok át nekünk olyan gazdaságot, amit tudunk fejleszteni. Miért herdáltátok el a jövőnket? És ebben mindenki, aki itt van és nincs itt, ugyanúgy hibás lesz, hogyha nem emeli fel a szavát, és nem teszi félre mindazt, amit az elmúlt 20 évben sajnos nem sikerült együtt megvalósítanunk. Az a nemzeti színű kokárda, amit szándékosan tűztem fel, azt mutatja, hogy senkinek sincs joga kisajátítani azt a magyar nemzeti érzést, ami mindannyiunkat áthat. Mi, akik itt állunk, legalábbis én, nem pártok és emberek ellen vagyok itt, hanem azért, hogy valami ügyért végre az emberek kinyissák a szemüket. Jó reggelt, Magyarország, mondanám. Amikor visszanézünk a múltunkra, azt látjuk, hogy a magyarnak kaparta ki a szemét, a magyar sorsot rontotta meg, azért, mert olyan butaságokkal foglalkozott, hogy tulajdonképpen ki éppen miért mit tett rosszul. És bár mindaz, amit most mondtak, bizonyára igaz arra a városvezetésre, ami ellen tiltakoznak, de én azt mondom, hogy azon gondolkodjanak el, hogy hogyan lehet ezt jobbá tenni. És azok a vezetők, akik most ott ülnek a képviselő testületekben, legyen ezek bárhol, akár a parlamentben, akár az összes többi önkormányzatban, azon gondolkodjanak el, hogy hogyan tudják jobbá tenni azt, ami ellen most önök tiltakoznak. Merem remélni, és abban hiszek és bízom, hogy az az összefogás, amit itt látok, azok az arcok, azok a tekintetek, amik ide szegeződnek, egy olyan reményt fogalmaznak meg, hogy minket, akár éljünk Zuglóban, Esztergomban és Magyarországon, csak azt tud kivezetni, hogyha közös ügyeket keresünk.
Megnézzük, hogy az önkormányzatoknak a gazdálkodását, Magyarországnak a gazdasági helyzetét összefogással hogyan tehetjük jobbá. És nem az a baj általában, ami történik, mondta a kisfiam nekem, amikor polgármester lettem. Anyám, nem az a baj, ami itt megvalósul, amit te látsz, amit te rátalálsz, hanem azt, ha nem mondasz igazat. És azt tudom mondani, hogy nekünk Esztergomban, amit mi ott megéltünk, tulajdonképpen az volt a legnagyobb problémánk, hogy nem mondtak nekünk igazat. Hogy több éven keresztül egy olyan városvezetés elhitette, hogy minden rendben van, vagy valaki más lakotta. De minket ebben az állapotunkban nem az érdekel, hogy mi volt, hanem az, hogy mi lesz, illetve hogy a holnapot hogyan éljük meg. És most nem elsősorban Esztergom gondjairól szeretnék beszélni, bár az is éppen megérne egy-egy előadást, hiszen azt kell mondanom, hogy most maga az állam kívánja az önkormányzatot olyan lehetetlen helyzetbe hozni, hogy átvéve az intézményeinket, a működtetést is velünk fizetteti meg önkormányzatokkal. És figyelmeztetek mindenkit, hogy tulajdonképpen az összes önkormányzatra is ez a sors fog várni. Tehát, amikor itt összegyűltek, én azt kérem önöktől, hogy mindenki azon gondolkodjon el, hogy ki a saját sorsát hogyan tudja jobbá tenni. Összefogással, egymással való beszéddel, a városvezetés meghallgatja talán azokat az embereket, akik itt vannak, hiszen egy fejlett, jól működő demokráciában mindenki tudja, hogy az ilyen rendezvényeknek éppen az a súlya, hogy rájöjjenek, hogy valami nem jó irányba megy. Én azt kívánom önöknek, és Esztergomból, akik eljöttünk önökhöz, azt a támogatást tudjuk adni, hogy nincsenek egyedül, és mi sem vagyunk egyedül, hiszen az az összefogás, az az egymásért való kiállás, ez tud majd a jövőben nekünk reményt adni. Kívánom mindnyájunknak, hogy ehhez legyen kellő kitartás. Köszönöm.